Vadregényes, nyugalmat és erőt sugárzó ősfás parkban áll a kétszintes, fehérségével puritánságot árasztó kastély Baktalóránd háza közepén. Hiába kutatnánk, hogy mikor épült ezen a területen először lakóház, erőfeszítésünk eredménytelen maradna. Az írott források csak közvetetten tudósítanak arról, hogy 1515-ben a Nyíri család tagjai Bogdaprédiumban egy lakatlan nemesi kúriát adományoznak Ibrányi István esztergomi kanonoknak. Ami biztos, hogy a 17. század első felében a barkóciak építik fel a ma is itt álló kastély elődjét. Barkóczi Ferenc és fia László 1638-ban fejezi be az építkezést. A kúria sorsa ezek után érdekes irányba fordul. Évszázadokon át női úton cserél gazdát az épület. Először Barkóczi Krisztina révén a Károlyi család, majd Bárcai Anna révén a Beck család, végül Beck Paulina révén gróf Degenfeld Schönburg Imréhez kerül. A híres gróf a 19. század egyik legjelentősebb ura lesz a térségben. Szabolcs vármegyei főispán, Kossuth Lajos kormánybiztosa, református főgondnok. A család egyre nagyobb szerepet tölt be az országos politikában is. Veje lesz Tisza Kálmán, és így nagyapja Tisza Istvánnak. Életében nyeri el legszebb formáját a kastély, amelyet többször átépít, modernizál. Nem csak az épülettel, hanem a csodálatos parkkal is foglalkozik. Ő lesz a Szabolcs megyei gazdasági egyesület egyik alapítója és haláláig elnöke. Álhatatossága, szilárd hite és kormányzati kapcsolatai biztos alapot nyújtottak ahhoz, hogy virágkorát élje a kastély és a település a 19. században. Ő építeti át a kastélyt és lesz a 31 méter hosszú, földszintes épületből 47 méteres és kétszintes kastély. Az épületben összesen 15 dongaboltozatos hálószobát alakítanak ki. Emellett szalon, könyvtárszoba és ebédlő is volt benne. Belépve a kastély hűs előcsarnokába, rögtön megismerkedhetünk a Degenfeld család faragott címerével. A földszint legnagyobb termében helyet kapott a település Baktalóránd háza történetét bemutató tárlat. Megcsodálhatjuk a csaknem 4000 éves cserépedényeket ugyanúgy, mint a 18. században készült miseruhákat. Ez utóbbiak arra utalnak, hogy Baktán már a 13. században keresztény népesség élt. A sok-sok tabló között megbújnak Mátyás korabeli pénzérmék is. A tárlat képet ad arról, hogy mennyire élő, kulturálisan és vallásilag mennyire aktív volt a helyi társadalom évszázadokon át. A Kastély Múzeum jelmondata, a kastély, amely szórakoztat és visszarepít a múltba. Ezt a vállalást már a földszinti, korhű szalomban teljesítve érezzük. Ebben a szobában tartóoszlopokon 4 tablet vár és a sarokban képek. Ha felemeljük a helyükről a számítógépeket, láthatjuk, hogy a kétdimenziós tablóból kinő egy korabeli szék. A történelem nem csak izgalmas, de látványos is a kastélyban. A lépcsőház aljában már is feltűnik gróf Degenfeld Imre hatalmas portréja. A festmény a kastély mai arculatát leginkább meghatározó birtokosát örökíti meg, akinek vigyázó szemei a mai napig őrzik a falakat. Az emeleti részben a földszintihez hasonlóan egymást váltják az interaktív látványosságok és a műtárgyakat bemutató szobák. Ebben a sötét szobában érdekességeket tudhatunk meg az okos padlóról. Ebben a másikban pedig korabeli bútorokkal berendezett szobában találjuk magunkat. A fotelek, a festmények és az üveges vitrinek megmutatják, hogyan kellett kinézni egy női szalonnak a 19. században. Egy újabb szobába lépve a gyermekek világát ismerhetjük meg. Csodálatosan díszített kiságy, bútorok, plüssjátékok
és az elmaradhatatlan babaház, amelyben lépcsők, függönyök, miniatűr berendezési tárgyak szórakoztatták a legfiatalabbakat. A női és a gyermek szalon után léphetünk be a hamisítatlan férfi szalonba. A szobába, ahol települések, birtokok és akár országrészek sorsa is eldőlhetett. Ebben a helyiségben a vadászat emlékeit is összegyűjtötték. Trófeák a falon, festmények a hajtásokról is díszítik a szobát, hatalmas dolgozóasztal, fotelek és szépen kimunkált székek szolgálták az itt lakók kényelmét. Az emelet másik szárnyában hatalmas, sötét térbe érkezünk, ahol madárfütty és az erdő hűvöse vár minket. Részletesen bemutatja a Nyírerdő ZRT tárlata a baktai erdőre jellemző talajfajtákat, az úzmókat és a gombákat, a helyiség közepén akácosban érezheti magát a látogató, a labirintusban olyan érzése támad a vendégnek, mintha az erdő közepén járna. Eltévedni nem, de új információkkal gazdagodni lehet a tárlaton. Nem véletlen az akác, mert a fafajt Degenfeld Imre honosította meg a térségben. Több millió csemetét hozatott Szabolcsba, amellyel megkötötte az itteni futóhomokot. Azt is megismerhetjük, hogy hogyan ás magának menedéket a vakond, és azt is, hogy miként készít magának fészket a széncinege, a magyaróspele vagy a mezei veréb. Megszámolni sem lehet, hogy mennyi madárfaj él a baktai erdőségben. A legszebbekről fotók is tanúskodnak. Sőt, azt is lehet látni, hogy az egyes fajok milyen tojásokkal szaporodnak. A hüllők, a rókák, a pillangók és a bogarak sem hiányozhatnak az erdei kiállításról. A csodálatos fotókat hangos illusztrációk teszik még érdekesebbé. A 20. századi történelem nem kímélte a kastélyt. Az első világháború után a románok főhadiszállásként pusztítják az épületet és a parkot, majd 1945 után újra kifosztják. A kommunista időszakban tüdőszanatóriumként hasznosítják, ami a parkot megmenti, de az épületben eltüntetik a szobákat és a társalgókat, és helyettük több mint 30 kórtermet alakítanak ki. Újjászületésének első lépése az volt, amikor 2006-ban megkapta a Baktalórendházi önkormányzat, majd 2016. március 15-én átadták a felújított és korszerűsített kastélyt, amely kiállításaival képes bemutatni a korszakokon átívelő épület történetét és tulajdonosait. A Baktalórendházi Degenfeld kastély hatalmas parkjával jó példa arra, hogy hogyan lehet megőrizni az évszázadok emlékét és úgy bemutatni, hogy az minden korosztálynak, a gyermekektől az idősebbekig mindenkinek érdekes és izgalmas legyen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.